Az elmúlt egy évben ugrásszerűen megnőtt az üzemanyagok ára, ez Magyarországon is erősen érzékelhető. Egy nyári kimutatás szerint egész Európában itthon nőttek a legdrasztikusabb mértékben a számok. A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, ezzel együtt megállapítható, hogy uniós viszonylatban hazánk azon országok közé sorolható, ahol még olcsón lehet tankolni, a 6.-7. helyen állunk, olvasható a vezes.hu weboldalon. A miniszterelnökséget vezető miniszter rávilágított, megnézték, hogy az Európai Uniós tagállamok milyen eszközöket alkalmaztak a benzinárak féken tartására, és a tapasztalatok alapján a magyar kormány komoly döntést hozott a témában. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a benzin és a gázolaj ára a gazdaság működésére és általánosságban az árakra is kihatással van. Ezért a kormány úgy döntött, hogy november 15-től a benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzíti. Ez azt jelenti, hogy ennél, tehát 480 forintnál olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj ára, de drágább nem. Abban bízunk, hogy ez a gazdaság számára segítséget jelent, és részben az infláció mérsékléséhez is hozzá tud járulni. Hozzátette, az intézkedés legalább 3 hónapig, 2022. február 15-ig érvényben lesz, utána azt felülvizsgálják. A vezes.hu szakmai hírportál kiemelte, e hét szerdán egyébként is csökkentek az üzemanyagárak, mely után a benzin literenkénti átlagára 506, a gázolajé pedig 512 forintra változott. Ezek fényében az árbefagyasztás további körülbelül 25-30 forintos csökkenést eredményezhet. A weboldal megjegyzi, utoljára október 1. hetében lehetett 480 forintos átlagár alatt tankolni 95-ös benzint és gázolajat, egy héttel később azonban már mindkettőnek az ára tartósan ezen szint fölé ugrott.